Tisztelt ünnepeltek, kedves vendégeim! Nagyon sok szeretettel köszöntök minden megjelentet az idősek napja alkalmából megrendezett ünnepségünkön. Köszöntöm körünkben az ünnepelteket és meghívott vendégeinket. Farkas Zoltán, Békés megyei közgyűlés elnökét. Lálic János, Bucsa község polgármesterét. Vanuházi Sándor, Bucsa község alpolgármesterét. Dr. Nagy Évát, Bucsa község jelzőjét. Bedekovics Méter, tiszteletes urat. Tóth Juliannát, Szeghalom kistérség egységes gyermekjóléti intézmény igazgatónőjét. Földesi Györgynét. Patekas Józsefnét. Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki támogatóinknak, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak ünnepségünk megrendezéséhez. Kláric János polgármester urat, Földesi Györgyét, Szeghalom kistérség egységes szociális és gyermekjóléti intézmény dévabánya, Bucsai Fülői közösség, Lépkas BT, Bucsa község napközi konyha, Nagy Roland, Majoros Gyuláné Marika, Bénagy Lajosné Ivica BT, a kínai üzlet és a Berek Patika bucsai fiókja. Kedves idősek, ünnepeltek! Sütő András gondolatával indítok. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. A mi világunk önökkel kezdődött. Önök mindannyian megérdemlik, hogy nem csupán az idősek napján, hanem minden, így családi körben, intézményekben, településen megkapják azt a törődést és odafigyelést, ami jár önöknek. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet. Kérem, fogadják következő összeállításunkat olyan szeretettel, mint ahogy ennek bemutatására mi is készültünk. Az idősek napja alkalmából ünnepi köszöntőt mond Bedekovics Péter tiszteletes úr. Köszönöm szépen, én is mindenkit szeretettel köszöntök. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy összegyűlünk évente egyszer legalább megünnepelni az időseket, és hát van annak helye, hogy ténylegesen emlékezzünk meg arról, hogy lehet, hogy a hétköznapokban gyakran úgy tűnik, hogy elrohanunk egymás mellett, mégis van arra alkalom, hogy megemlékezzünk bizonyos napokon egymásról. Úgy történt itt a 21. században, és sajnos gyakran ez is a helyzet, hogy a világ azt gondolja az idősekről, hogy már nincs hasznuk, és ezért néha úgy tűnik, hogy elfelejtkezik róluk. És bizony ebben a rohanó életben fiataloknak talán kevesebb idejük van arra, hogy meglátogassák szüleiket, nagyszüleiket, és hát ugye ezt érezzük is, hiszen amikor beszélgetünk is egymással, akkor ezek a kérdések előjönnek. Mégis a hasznosság abban az értelemben, ahogy ma a világ mondja, nem biztos, hogy ez az egyetlen egy magyarázata, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy értelmezzük azt, hogy mit is jelent időseknek lenni, és mit is jelent, hogy milyen helye van az időseknek a világunkban. Éppen ezért hoztam egy igeszakaszt, amiben Pál apostol az ifjú Timóteushoz ír néhány gondolatot, pont arra, hogy hogyan kell az idősekre gondolni, velük foglalkozni, és azt gondolom, hogy ez ma is nagyon aktuális számunkra. Itt magában a szakaszban Pál apostol özvegyasszonyokról beszél, de ez egyébként minden idősre vonatkozik. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig az özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és háláikat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. Azt gondolom, hogy ez a kulcsa annak, amiről majd az előbb a
bevezetőben is hallottunk, és ami irányadás lehet a mai világban is, hogy meg kell becsülnünk a szüleinket, nagyszüleinket, akik dolgoztak, tettek sokat azért, hogy a gyermekek, unokák felnevelődjenek, hogy ők egészségesek váljanak, hogy rendes nevelést kapjanak. És én biztos vagyok abban, hogy akkor is, hogyha ez a világ rohan, erre sokan emlékeznek, és hát ez az a nap, amikor ezt még inkább kifejezzük, és hát ezekre a gondolatokra kívánok mindenkinek áldott együttlétet ma, és azt, hogy bízom abban, hogy ténylegesen tetszenek azt érezni, hogy a tisztelet, a szeretet az önket körbeveszi itt ebben az otthonban is, itt ebben a klubban és itt a faluban, és hogy tessenek azt érezni még egyszer, hogy amikor elrohan mellettünk a világ, akkor is ez a tisztelet és szeretet ez ott van. Isten áldja meg! Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója Papp Patrícia verssel köszönti önöket. Deli Enikő, kezek. Foltos, ráncos, öreg kezek. Kérlek szépen, meséljetek. Gyermekként hogyan éltetek? Öleltetek, szerettetek. Foltos, ráncos, öreg kezek. Sokat fáradva éltetek. De hiszem azt is, öleltetek. Kedves kézben pihentetek. Foltos, ráncos, öreg kezek. Unokákat tereltetek. Nekik oly sokat főztetek. Kapáltatok, kötöttetek. Fáradt, kedves, öreg kezek. Kérlek szépen, pihenjetek. Annyi mindent megtettetek, pihenjetek, s öleljetek. Kérem, hallgassák meg Mátyás Árpádné Klárika erre az alkalomra szánt versét. Én is szeretettel köszöntök minden időset, minden még ettől idősebbeket. Az idősek világnapja alkalmában írtam ezt a kis verset, az idősek tisztelete. Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön az ősz is, és elszállnak a dalok, szeressétek az öregeket. Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod, nem érdekel semmi, csak a saját dolgod, szeressétek az öregeket. Pedig gondolnod kell adon sok emberre, akik annyit tettek, s jártak a kedvetekbe, szeressétek az öregeket. Legalább e napon jussanak eszedbe, legyél hálás nekik, s ne legyen feledbe. Szeressétek az öregeket. Szüleid, akik az életedet adták, nagymamák, nagypapák, ne legyenek áldák. Szeressétek az öregeket. Törődjél és szeress minden öreget, hisz egyszer te is megöregszel, és amennyit most adsz, te is annyit kapsz majd vissza. Ezért mondom tehát, szeressétek az öregeket! Klárics János, Bucsa község polgármestere szeretné önöket köszönteni. Köszönöm szépen, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai számomra nagyon kedves napon. Gondolkoztam, hogy mivel is tudom én egy fiatalabb generáció önök számára jelezni azt, hogy mennyire is fontosak nem csak a település életében, hanem a fiataljaink, az önök unokái és az önök fiainak az életében is, és mindig nagyszüleimnek a szavai csengenek vissza. A jelenlegi időpontot vagy a jelenlegi helyzetet azt ismerjük, így választások környékén mindig kicsit felfokozottabb a környezet. És mindig nagymamámnak a szava cseng a fülembe, hogy kedves fiam, ne békétlenkedj, bármi is történik, bármilyen hatás is ér. És én az ő bölcsességéből igyekszek mindig meríteni, mikor akármilyen reakcióval, vagy reagálással készülök erre a dologra. Én hiszem és tudom, hogy ahogy én igyekszek tenni a településért, annak tevőlegesen része, vagy az én utamnak a kijelölésében, annak tevőlegesen része volt és van jelenleg is annak, ahogy önök szólnak hozzám, vagy egy adott dologra reagálnak, vagy egy intelmet megfogalmaznak az irányomban, vagy akármilyen jelzéssel élnek, hiszen
azt a tapasztalatot, amit önök vannak olyan kedvesek, és adott rendezvényeken, vagy egyéb más találkozókon, mikor beszédben legyünk és megosztanak velem, azokat én mindig raktározom, és igyekszek a mindennapi életemben eszerint tenni, élni és tovább haladni, és tenni ezért a közösségért. Egy évben, egy nap ilyen szempontból az egész közösség részéről úgy gondolom, hogy szentelni köteles, hogy ezekről a bölcsességekről, az önök mögött eltelt évek tapasztalatairól mindenféleképpen beszélgetés formájában számot tudjunk kapni, számot tudjunk ezzel kapcsolatban, eznek az ellentételezéseként mi magunk is, fiatalabb generáció, el tudjuk azt mondani, hogy mennyi haszna van annak a mindennapi életben és a mindennapjaiban, hogy önök nem bezárkóznak, hanem a közösségi életben ugyanúgy tevőlegesen vállalva feladatokat próbálnak bennünket irányítani, és próbálnak bennünket a már az önök által megtapasztalt esetleges negatív útról leterelni, hogyha van ilyen. Én ezzel kapcsolatosan szeretnék önöknek köszönetet mondani. Szeretném azt, hogy ha itt településen élő fiatalként, egy generációval fiatalabbként, legalább egy generációval fiatalabbként önöktől, én arra kérem, hogy ezen szokásukról, ezen élettapasztalatuk továbbadásáról ne tegyenek le a későbbiekben sem, hanem mindig őszintén és bátran osszák meg velünk azt, hogy önök mit éltek meg, és mi az, amit esetleg nekünk igyekeznünk kell elkerülni a későbbiekben. Úgyhogy én nyitott fülekkel fogok a mindennapokban is járni, ezt követően is egyébként, és remélem, hogy minél több instrukció el fog hozzám jutni majd a későbbiekben is. Én a mai napra kívánok mindenkinek egy kellemes együtt töltött délutánt, vagy egy ilyen kora délutánt, vagy délelőttöt, és bízok abban, hogy mindenki feltöltődve, esetlegesen magányosan töltött óráit itt most ebben a kis közösségben majd tudja feledni, és ismét az élet tevőleges részének tudja magát érni. Mi azon igyekeztünk eddig is, és igyekezni fogunk a későbbiekben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett a hallgatást. Mile Józsefné Julika néni versével szeretnék köszönteni önöket. Egy olyan verset szeretnék kedveskedni mindenkinek, aki a falujából, amikor elmegy, csak akár családjához, akár kirándulni, akkor, mikor véget ér pontosan ez az idő, akkor úgy érezzük, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Várjuk azt a délután 4 órát, hogy mikor mehetünk haza, hiába volt szép az az ünnepség. Erről a kis kirándulásokról, akár családszeretetről, mindent, erről szeretnék egy kis verset mondani. Nagyon szépen köszönöm. Idősek napjára. Házam. Házam a váram, mint szép virág, benne lakni nekem meghitt boldogság. Oda mindig jó érzéssel megyek haza, nem engedi, hogy egyedül legyek soha. Nem nézem másnak, mi van, nincs a közelében hegy vagy patak, csak egy kicsi ház, az, amiben élek, ahol minden nap nyugovóra térek. Boldog vagyok ajtaján belépve, boldogabb, mint aki egy palotába lép be. Jóságnak és szeretetnek sok morzsáját adja, kemény időkben igaz ajándék számomra. Kertemben virág bontja friss illatát, udvarom a gyönyörű természet hímezi át. Hallani madarak trillázó énekét, behozza lelkemnek áldásos békéjét. Úgy érzem, szemem könyben ég, rám vetíti fényét a tiszta ég, elbújik reggelente a sok ragyogó csillag, kertemben állva csúfvilág elillan. Ház, miben élek, otthonom, ismerint titkom és nyomorom, bárkitől veszni erőm fogytáig nem hagyom, áruló indulatokat tőlem távol hagyom. Nekem álom, életre keltés egy kicsi ház, melyben állandó vendég a jókedv és kacagás. A sok munka után a pihenés is kijár, házamban, vendégségben csak a béke és a szeretet jár.
Köszönöm szépen, és még volna itt egy kis versem, az idősek élete. Elfáradt öregek egymást ünneplik, akik még megvannak, akik még tehetik. Sokan már társ nélkül, csak egyedül árván, túllépve már régen a kedvesük gyászán. A múltba révednek, emlékeit kutatják, a jövendő napokat már csak morzsolgatják. Mindnek fáj valami kegyetlen kínozza, súlyos lelki bánat, vagy netán reuma. Nincs kivel megoszta a napi gondokat, aki egyedül van, annak a legrosszabb. Van ki családban él, akit még szeretnek, de ők is időként terhet jelentenek. Vidám beteg öregkornak az lehet az oka, akit körülrajong egy néhány unoka. Aki gyakran hallja, úgy szeretlek nagyikám, a szívéig is hatol mindig egy kedves kicsi száj. Két kicsi emberkék barátként szeretnek, örülnek a percnek, ha együtt lehetnek. Megédesítik az ember aranykorát, boldogságot adnak, feletetik baját. Két kicsi kar kedves ölelésre borul, az ember szeméből a könny kicsordul. Ők teszik csak könnyebbé életed, halálod napjáig mindig is szeretnek téged. Ünnepi műsorunk zárásaként kérem fogadják szeretettel Nagy Roland juhászbotolóját és a kevesebb mint egy hete alakult Töltött Gerlék néptáncsoport előadását. Thank you.
Zoltán, és ennek az apropója az, hogy ő a megyénél eltöltött 4 év végeként, végezeteként, egyébként több megye koordinálására fog majd tovább menni, a Darfűnek az elnöke lesz a későbbiekben. Minden egyes települést felkeres, és egy megyezászló adományozásával szeretné megköszönni az eddigi közös munkát. Településünk elnök úrnak nagyon sokat köszönhet. Egyetlen egy dolgot szeretnék ebből kiemelni. Településünk adósságrendezésében, és itt nem a kormány általi hitelek adósságrendezését, hanem a településünket nyomasztó belvíz adóssággal kapcsolatban a személyének nagyon sokat köszönhetünk. És én ezúton is szeretném neki megköszönni, hogy ez alatt a 4 év alatt folyamatosan nyomon kísérte a településünk alakulását, életét, sorsát, és ilyen nehéz helyzetben is a tőle telhetőt, és úgy gondolom az egyik legtöbbet megtette azért, hogy ez a dolog a vállunkra lekerüljön. Úgyhogy szeretném megköszönni ezt a zászlót, és egy nagy tesszük. Köszönöm szépen. Mielőtt ezt megtenném, engedjétek, hogy néhány gondolatot megoszthassak önökkel. Kedves idősebb polgármester úr, jegyzőasszony, vagy tisztelt úr, képviselő úr, engedjék meg, hogy egy Thomas Manto hozott gondolattal kezdjem, különösen annak tekintetében, hogy azért október a ősznek az egyik kezdetét mutató évszaka, és azt gondolom, hogy ilyenkor októbertől az hónap végéig folyamatosan zajlanak a köszöntések. Az idézet az így szól: az idő az Istenek ajándéka, azért adatott az embernek, hogy használja, kihasználja elsősorban az emberek szolgálatára. Most azt gondolom, hogy több szempontból lehetne ezt a rövid idézetet elemezni. Mindannyian tudjuk azt, hogy amikor az ember megszületik, akkor nem tudja, hogy neki az Isten mennyi időt ajándékoz. Van, akinek többet, van, akinek kevesebbet, és meg kell becsülni mindannyiunknak ezt az időt, és azok, akik az Isten ajándékaként megelegednek, azokról pedig gondoskodni kell. Én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy még gondoskodhatok, vagy talán még szerencsésebb, hogy nagyon nem is kell gondoskodni, hiszen a
idézőben a két hetes édesanyám, meg a 83. éveben lévő édesapám még jó egészségnek örvendenek. Azonban, mint ahogy polgármester úr mondta, hát ha nem is 4 év, hanem megyevezetők, hanem 8 év, de én azt gondolom, hogy a Bucsonyak szempontjából is egy nagyon fontos 4 év volt az én életemben, az magam mögött hagyott 4 év, hiszen nem csak megyei közülési elnökeként, hanem a térség országgyűlési képviselőként is tevékenykedhettem, és azt gondolom, hogy az, amit polgármester úr mondott, az részemről kötelesség és egyben szolgálat is volt. Az volt a kötelességem, hogy próbáljak ebben a helyzetben, ami akkor éppen Bucsát nyomasztotta, segíteni. Nos, ez alatt a 8 év alatt, amit én megyei alelnökként, elnökként tudtam tenni, az nagyon kevés és nagyon kicsi idő is a megye 800 éves történetéből, bár Bucsa ebből azért nem olyan sokat élt meg Békés megye részeként, hiszen időnként más megyékhez tartozott, azonban az utóbbi időben jó néhányszor volt lehetőségem találkozni polgármester úrral, hiszen 2012 első hónapjaitól elkezdtük a megye területfejlesztési programját kidolgozni, és ebben benne van Bucsának a programja is. Bízok benne, hogy ezek közül nagyon sokat sikerül megvalósítani, éppen azért, hogy az itt élő emberek tudjanak boldogulni, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak, és a lehetőség egy újabb lehetőséget biztosít arra, hogy gondoskodjanak az itt élő idősekről is. És hát természetesen, amit polgármester úr mondott is, a zászló az egy nagyon fontos dolog. Ez egy olyan jelkép egy településnek, egy megyének, egy nemzetnek az életébe, amit általában az emberek vigyáznak. 2000 évben az akkori közülési elnöke a millennium évében a megye minden településének adományozott egy zászlót. Azonban az évek az a különös helyzetet hoznak, mint ahogy a test lelassul, de az elme az sokáig friss marad és világít. A zászlók is az évek alatt elhalványulnak, megkopnak, időként elszakadnak, vagy elvesznek. És ezért döntöttünk úgy a megyei közgyűlésben, hogy ismételten minden település számára biztosítunk egy Békés megye díszzászlóját, amelyet én most szeretnék átadni polgármester úrnak, annak a partnerségnek a jegyében, amit mi az elmúlt időszakban közösen meg tudtunk valósítani, és talán nem túlzás azt mondani, ahogy ő is mondta, az én életemben egy új korszak kezdődik, egy más dimenzióba kerül át a tevékenységem, hiszen eddig megyei emberként Békés megyének a fejlődését, irányítását kellett végeznem, és ez jövő héten hétfőtől 3 megyét fog jelenteni, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyét. Egy dolgot tudok mondani, én jövő héten hétfőtől is sáréti ember maradok, Békés megye ember maradok, és természetesen azt a partnerséget, vagy talán még lehet, hogy többet is megpróbálok tenni annak érdekében, hogy itt is megfelelő módon tudjanak boldogulni az emberek. Úgyhogy ezen gondolatok egyében polgármester úr fogad tőlem szeretettel Békés megye vízzászlóját, és én kérem azt, hogy ez a település megfelelő helyére kerüljön elhelyezésre. Ez csak természetes. A helyén úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért, hogy az önkormányzati épületünk tárgyalótermében, természetesen a tárgyalóasztalokkal szemben lesz, mint ahogy a 2000-ben is adományozott és kapott zászlónak. Ez mindig fog bennünket, vagy az éppen aktuális testületet és településvezetőket emlékeztető arra, hogy bár legészakibb települése vagyunk Békés megyének, de igazából mi is ízigvérik, Békés megyeiek, sárétiek vagyunk, és ezért a megyért, és ezért a közvetlen környezetért kell dolgozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a zászlót a településről.
Elnök úr, megjegyezte, hogy a megyei északi kapuja vagyunk valóban. Kedves ünnepeltek és vendégeink, az ünnepi műsorunk az véget ért. Most egy kis felfordulást vagyunk kénytelenek csinálni, mert az ebédhez meg kell terítenünk. Addig egy kis szabad program. Beszélgetés, kávézásra van lehetőség, cigarettázásra van lehetőség, ki mit szeret, de kell a hely, tehát elnézést kérünk, hogy egy kicsit sürögni, forogni fogunk és pakolászni.